Az elhíresült bájcaszéki székely kutató Rudolf László dolgozószobájának asztalán egy újabb családfa könyvre bukkanhatunk. A közepes méretű, 10 éve elkészült József falva után a legvaskosabb András falva következett. Majd most letette a könyvtárak asztalára is a legkisebb bukovinai falu, fogadj Isten, családfáit, azoknak elvándorlásait összegző, azt nyomon követő, az előző kettőnél nagyságrendi okokból is érthetően jóval kisebb kötetek. Érdekes a fogadj Isten esetben is, ugyanis fogadj Isten és Isten segíts a legkorábban létrejött falvak Bukovinában, 1776-1777, ezt a két évet tartják, amikor létrejött. És az a legnagyobb érdekesség, és a könyvemben ezt mind publikáltam is, hogy eleinte boldog-boldogtalan megfordult ebben a kis faluban, hiszen akkor mondom csak, még fogadj Isten, meg Isten segíts létezett, és utána egyszerűen szőrén szárán eltűntek az emberek. Az első könyv József falva még fényképekkel illusztrált. András falva és fogadj Isten már nem. Sajnálja ezt Rudolf László, de annyi feldolgozandó információja volt, no és a képi anyag is időközben jóval bővebb lett, hogy terjedelemben, tördelésben nem volt kivitelezhető a képi információ hozzáadása. Célszerű lesz majd külön egy fényképalbumot, úgy például József falva esetében megjelentettem egy józseffalvi fényképalbumot, oda belerakni esetleg a meglévő, most már szinte számtalan fényképet, és lehet hivatkozni, hogy a családkönyvben akkor ez melyik oldal, melyik családnál látható, vagy hova tartozik ez a fénykép. Ehhez már mások segítsége kell, tehát itt még József falván még önerőből sikerült a fényképeket összegyűjteni, a kötetet így megtervezni, de ezt a nagyobb falvaknál ez már kizárt, hogy tehát én örülök, hogyha a most hátralévő két legnagyobb falut Isten segíts, ami várhatóan a következő és körülbelül 1000 oldalas A4-es példány lesz, a legnagyobb a Hadikfalva, az meg körülbelül 1300-1400 oldalas, tehát két kötetni, úgyhogy ezeket megcsinálni, ez most a legfontosabb, hogy ez a sorozat befejeződjön. Titkos, de a realitás talaján álló terve Rudolf Lászlónak az, miután elkészül valamennyi bukovinai települést feldolgozó könyvével, egy legalább amolyan fél méteres gerincű, míves kivitelezésű valamennyi települést egy nagy könyvben fényképestül, információstól megjeleníteni. Ez most a legfontosabb, hogy ez a sorozat befejeződjön, és utána én nem csak poénból, hanem úgy érdekességből is, én azt mondom, hogy ez olyan lesz, mint ha egyetlen egy bukovina könyv, de annak körülbelül fél méteres a gerinc vastagsága, és Szekszárdon meg fogjuk csinálni legalább egy példányban, és ha igény lesz rá, akkor több példányban is majd ezt az egyben egy bukovina könyv, amiben benne lesz a Bukovinába érkezéstől a világon való szétrajzásig minden, és benne lesznek például a Dél-Amerikába, Argentinába vagy Brazíliába elkerültek, ugyanúgy az Észak-Amerikai, a Kanadai vagy az Egyesült Államokba, vagy Európáról nem is beszélve. A belső a tartalom ugyanaz lesz, mint ez, csak ott már 5 falu egyben, illetve a kirajzásoknak is az adatai is benne vannak. De ezek a könyvek általában csak egy falunak a népességét követik. Na most ez is nagyon nehéz, hogy megfogni, hogy ki az, aki csak Andrásfalvi, és ki az, aki mondjuk egyszer csak Isten segítsi, mert nagyon nagy keveredés volt már az elején, és akkor most akkor az egyik kötetnél akkor közöljem, a másiknál ne közöljem. Ha elvándoroltak, de aztán később egy generáció múlva esetleg visszajött a család, tehát ezek mind ilyen nagyon problémát okoznak, hogy most melyik kötetbe külön legyen. De ha majd egyetlen egy nagy bukovina kötet lesz, akkor nincs probléma, akkor abban mindenki egyszer szerepel, és hatalmas nagy kötet lesz. Tehát így lehet ezt elképzelni.